Jó napot! Üdvözlöm a webáruházunkban! Ma nézzük meg, hogy kéne kinéznie a megfelelő vívófelszerelésnek. felszerelésnek. Ez a kezdő vívóknak vagy a tanácstalan szülőknek alkalmas, akik nem tudják, mi minden tartozik a vívófelszerelésbe. felszerelésbe. Nagyon örülök, hogy megtekinti a videóinkat, ezért igyekszem jobbnál jobb tartalmakat készíteni. Ez a videó kicsit hosszabb lesz, de megmutatok önnek pár érdekességet, így végre tudni fogja, mi mindent kell a vívótáskába tenni. Térjünk is a lényegre. Más esetben, vagy más sportnál valószínűleg tetőtől talpig, vagy fordítva haladnánk, ám most máshogy közelítjük meg. A kezdő vívók gyakran nem tudják, pontosan mivel is kéne kezdeni ők, és hogyan. Szóval számomra, tapasztalt vívónak, aki mindemellett rengeteg gyerekkel is dolgozik, Fontos a kesztyű, a maszk, a párbajtőr, a tör, illetve a kard. Ez azért fontos, hogy az ember a saját megfelelő kesztyűjét és markolatot szokja meg. A maszk azért hasznos, mivel már a legelején elkezdhet mesterrel gyakorolni, és megismerhet pár mozdulatot. Így mikor pástra lép, kevesebb kiegészítőt kell majd beszereznie. Ami a többi felszerelést illeti, Természetesen azokról is lesznek videók, ahol megmutatjuk, milyen zoknit, kesztyűt vagy táskát válasszon. Én most elsősorban azt szeretném összefoglalni, mi kell a vívó táskába, hogy a felszerelés teljes legyen, és ne a versenyen jöjjünk rá, hogy valami hiányzik. Tehát, ahogy már említettem, maszk, kesztyű, kard. Versenyeken legalább két kard, tőr vagy párbajtőr, illetve két testvezeték a minimum. Azért kettő, mert meghibásodás esetén azonnal lecserélheti a hibásat. Jó magam például úgy járok a versenyekre, hogy négy testvezeték és pár bajtőr van nálam. Így, ha eltörik vagy nem működik valamelyik, csak lecserélem azt. Ezért a két darab a minimum. Kevesebbel ne induljon útnak, mert a bíró lapot ítélhet a hiányos felszerelésért. Szóval, ha versenyre készül, személyes tapasztalataim alapján legalább három fegyvert javaslok. Haladjunk is tovább. Amire szükségünk van még, ha lentről haladunk, az a sportcipő. Választhat a mi kínálatunkból, vagy akár egy jó minőségű teremcipőt is viselhet. A teremcipő esetén figyeljen oda, hogy olyat válasszon, ami a víváshoz hasonló mozdulatokra alkalmas, például a tollaslabda vagy florbol cipők. Semmiképpen se legyen teremfoci cipő. Ennek a sportnak mások a mozdulatai, ezért a páston a cipő és a lábfej másképpen tapad, mint szeretnénk. Szükségünk van még tért zoknikra. Számtalan típus közül választhat, de a kezdetekkor a legjobb a megfelelő méretű pamut zokni. Ha tovább haladunk, ott van a nadrág. Az ellenálló képesség a kezdővívóknál 350N, a tapasztaltabbaknál 800N. Mivel most alapfelszerelést választunk, a 350-es legyen, ami elasztikus. Ez egy Victory 5M vívónadrág. Mehetünk is tovább. A nőknél kötelező a melvéd. A férfiaknál ez a segédeszköz nem kötelező, de van, aki használja. A törvívóknál szükség van egy további ragasztható védőborításra is. Erre vesszük fel az első védőréteget, ami a test felét takarja. Ez a védő. Ez az első alapréteg védi a vívó legfontosabb testrészeit, mint a hónaj. Előnye, hogy csupán a test felét takarja, így a gyerekek nem növik ki hamar, és tudják használni. Így tovább viselhető, mint a legfelső réteg, a plastron. Ahogy említettem, a hónai védőre jön a plastron. 350 vagy 800 N az alapján milyen ellenálló képességre van szükség. A kezdőknek bőven elég 350 N. Nézzük, mi van még. A tőrözők és kardozók a plastron felett fémszálas lamét viselnek. Ez a mellény érzékeli a találatokat. Ezt se felejtse el, ha ezt a fegyvert választja. Ha már ilyen komplet felszerelésünk van, szükségünk van még testvezetékre. Ez tőrözéshez van, azonban talál párbajtőrhöz és kardozáshoz is. Mikor már teljes a felszerelés, jó lenne mindezt egy táskába rakni. Erre alkalmasak a vívózsákok. Amennyiben csak most kezdi a sportot, beszerezhet egy fegyvertartó táskát csupán a fegyverre, a többi eszközt pedig egy már meglévő sporttáskába teheti. Természetesen minél többet használja a vívó felszerelést, annál jobb beszerezni egy vívó zsákot, amit arra terveztek, hogy a felszerelést egyben tudja szállítani. Én most kiválasztottam egyet, ami a kezdőknek azért lehet előnyös, mert könnyű és gurulós. Így könnyen szállíthatja az alapfelszerelést. Mindezek könnyen beleférnek. Természetesen ez nem elég egy hetes összpontosításra, azonban a hétköznapi tréningekre elegendő. Ezzel meg is van az alapfelszerelés. Természetesen, ha külföldi versenyre vagy a Nemzetközi Vívószövetség által megrendezett versenyre készül, semmiképp se felejtse el felvarni a képviselt ország címerét. Mindkét lábszárra. Enélkül nem engedik, hogy versenybe szálljon. Ehhez hozzátartozik az is, hogy olyan külföldi versenyek esetén, mint az LCC vagy a Vívó világbajnokság, kötelező a névjegy a háton. Ennek specifikus szabályai vannak. A névjegyben fel kell tüntetni az ország kódját és a versenyző nevét. A betűméret szintén adott, amennyiben nem tudná, írjon nekünk. Kék színt kell használni, de nem akármilyet. Persze vannak hosszabb és rövidebb nevek is. Ezért ennek alapján kell variálni a lehetőségeket. Amennyiben szeretne tanácsot kérni, esetleg nem tudja, hol nyomtasson, keressen bennünket, szívesen segítünk. Minket a vívás szórakoztat. Reméljük önt is. Viszlát!